nyilvánosságra hozták a jegybanki alapítványok költéseit. A dokumentumokból kiderült, hogy több mint 500 000 000 forintot juttattak a Matolcsy György unokatestvérének érdekeltségébe tartozó vs.hu-nak. Több 10 000 000-val támogatták a jegybank elnökről szóló könyv kiadóját, valamint összesen 200 000 000-ért szerveztek zárt körű előadásokat. A fideszes Gulyás Gergely szerint a jegybank Matolcsy György vezetésével kiemelkedően jó teljesítményt végez. Helyes, hogy az MNB alapítványokat működtet, de az már hiba, hogy az országgyűlés titkosítani próbálta ezen társaságok gazdálkodását. Bodnár Zoltán a vendégem, jó estét kívánok! Kezdjük sokan! Azt mondtam a parlamentben Tálai András, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban és a működésével kapcsolatban, a napvilágra került, a pénzköltésekkel kapcsolatban minden törvényes és jogszerű volt. Kérem, ne ijedje meg attól, amit mondani fogok. Azzal szeretném kezdeni, hogy egyfelől, akik látták Matolcsy György múlt heti parlamenti produkcióját, azokban igen erős kétségek ébredhettek elméjének épségét illetően, de afelől legalábbis még a laikus szemlélő is megbizonyosodhatott, hogy olyan súlyos önértékelési zavarokkal küzd Matolcsy elnök úr, amelyek hát már egészen direkt módon pszichiátriai kezelésért kiáltanak. Ezt most miért mondja? Ez nem ijesztő, azért, hanem ezek olyan állítások, ezek teljesen perképes állítások, nem kell kétségbe esni. Nem is a per miatt ijedtem meg, hanem hogy... Folytatom tovább. A másfelől viszont... Ha pénzről van szó, akkor szeme láthatólag Matolcsynak nagyon is helyén van az esze. Márpedig itt nagyon sok pénzről van szó, és hát a legkevésbé sem gondolom, hogy az, ami az alapítványok körül történt, az valamilyen hirtelen felindulásból elkövetett gazemberség, hanem éppen ellenkezőleg nagyon is tudatosan a közpénz előre kitervelt módon bűnszövetségben elkövetett lenyúlása. Ez jutott nekem is eszembe, most kivetesen nem azon járt az eszem, hogy mi perelhető, mi nem, járjon maga egyedül bíróságra, ezt múltkor is mondtam, hanem hogyha egyrésztről azt állítja ön is, más ellenzéki képviselők is, vagy politikusok, szakértők is, hogy ezek nagyon jól felépített akciók voltak, hogy legyen egy alapítvány, meg még egy, legyen ez a vagyon, az a vagyon, aztán azt úgy is fel kell újítani, hát akkor majd ő kapja ezt a munkát. Szóval ezek azért nem arra vallanak, hogy valaki egy ilyen légből kapott ötlet rohamban, beszámíthatatlan állapotban. Tehát ezek megtervezett üzleti terv. Sőt, ez korábban kezdődött, ez ugye akkor kezdődött, amikor Matolcsy még gazdasági miniszter volt. Módosították a jegybanktörvényt, a jegybanktörvényben előírták, hogy az igazgatóság dönt az osztalék fizetéséről, és nem a magyar állam, mint tulajdonos. Majd egy következő körben beépítették a 162. szakaszt a törvénybe, ami arról szól, hogy a Magyar Nemzeti Bank gazdasági társaságokat és alapítványokat hozhat létre, és erre hivatkozással jöttek létre ezek az alapítványok. De hát a világ azért mégiscsak úgy van kitalálva, meg a jogrendszer, hogy jogszabályt az elejétől a végéig olvasunk, és több jogszabályt is olvasunk együtt ahhoz, hogy valami értelmezésre jussunk. A jegybank törvény 170. szakasza pedig egészen világosan megmondja, hogy az eredménynek mekkora része az, ami alapítványi támogatásra fordítható, és ez ugye nem több, mint a beszedett bírságok összege, az durván akkor volt mondjuk olyan 2 milliárd forint, de semmiképpen nem 260 milliárd forint. Van egy másik rész. Bírságoként beszedett összeget lehet... Azt lehet karitatív célokra, közgazdasági gondolkodás, oktatás, tudomány támogatására. Hát akkor innentől kezdve minden magyarázat megdőlt. Hát minden magyarázat megdőlt. Én ezt ugye az első perctől kezdve mondom, hogy törvénytelenül jöttek létre ezek az alapítványok. A számvevőszéknek ezt már régen észlelnie kellett volna, vizsgálnia kellett volna, a felügyelőbizottságnak vizsgálnia kellett volna, ott ugye folyik is most valami fajta vizsgálati tevékenység, és van még egy másik összefüggés ennek a dolognak, ez a nyereség, amiből az alapítványok pénze származik, ez nem a Magyar Nemzeti Bank Matolcsy féle kivételesen jó gazdálkodása, mint ahogy ezt ez a nagyon szerencsétlen Gulyás nevű
országgyűlési alelnök mondta, ugye kiváló munkát végez, sok 100 milliárd forint veszteségtől mentette meg a magyar polgárokat a Matolcsi féle vezetés. Hát nem, így hát nem így van, mert az üzemi vesztesége pont úgy megvan a Magyar Nemzeti Banknak, a fedezeti műveleteken elszenvedett vesztesége pont úgy megvan, veszteséges a nyereség egyetlen forrása 2014-ben, a forint gyengítéséből bekövetkezett árfolyam nyereség. Ez 511 milliárd forint volt 2014-ben, ebből hozták létre az alapítványokat. Nem azt mondta, hogy a forint gyengüléséből származó nyereség, hanem szándékosan mondta, mert a gyengítés egy nyelvbotlás, hanem a Magyar Nemzeti Banknak kifejezetten az a szándéka az is volt, hogy gyenge forint legyen, ehhez mindenféle ideológiát gyártanak, ma pedig már be is van szorítva egy helyzetbe, az átlagos bekerülési árfolyama az eurónak az olyan 295-297 forint körül lehet ma, tehát ennél erősebb forintot ő egészen biztosan nem akar, mert akkor vesztesége keletkezne. De hát amúgy is láttuk, a Magyar Nemzeti Bank számos alkalommal a kommunikációban, ezt úgy hívják, hogy a verbális intervenció, elmondta, hogy neki nincs árfolyam célja, nem célja az erős forint, éppen ellenkezőleg. A piac érti ezt az üzenetet, és meglehetősen gyengén is tartja a forintot. A pénzköltésekkel kapcsolatban, amiről ugye ma az országgyűlésben is szó volt, szintén Tálai András azt mondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank által megteremtett, létrehozott vagyon, az bizony a magyar nemzeti vagyon részét képezi, tehát szándékaik ellenében, tehát nem vált a közpénz magánpénzé. Szóval üzenem Tálai államtitkár úrnak, hogy az, hogy a jegybank elnöke az unoka testvérét kibéleli, mondjuk olyan szerény félmilliárd forinttal, ez a nemzet vagyonát nem nagyon gyarapítja, a szemerei vagyonát gyarapítja. Az, hogy az MNB pénzéből Matolcsi elköltett 70 millió forintot annak a könyvnek a megjelentetésére és több nyelvre való lefordítására, kiadására, amelyik neki állít szobrot és az ő dicsőségét hirdeti, hát ahol késsel villával esznek, olyan országban ilyesmit nem követnek el, de nem rendeznek 20 millió, 30 millió forintért nagy zabálásokat sem, ahol a szigorúan baráti körhöz tartozó embereket összehívják tudományos konferencia címén. De hogy lehet 20 milliót enni? Hát ennyit lehet kiszámlázni, ennyit nem lehet persze megenni, meg a 20 millióban benne volt a fellépőknek a fellépti díja is. Tehát az egész alapítványi struktúrában az látszik, hogy az egyik fickó kuratóriumi tag itt és a másik alapítványtól kap támogatást, mondjuk Lendner Csaba a könyveinek a kiadására szerény 7,5 millió forintot. A másik pofa az kuratóriumi elnök Amott, és az ő cége pedig ettől az alapítványtól kap. Szóval az egész semmi más, mint egy pénzosztási mechanizmus, ami arra lett kitalálva, hogy kikerüljék az államháztartás egész rendszerét, kikerüljön ez a pénz a költségvetésből. És tényleg törvényes miközben, és jogszerű, ahogy mondtál olyan? Én azt gondolom, hogy nem egészen, mert a hűtlen kezelés kérdése azért mégiscsak felmerülhet, ennél valóban sokkal kisebb ügyekért vittek el bilincsben embereket. Ha azt gondoljuk, hogy Lázárnak fontos volt az ökotársat fölemlegetni azért, mert nem tudom, valamelyik programhoz még a norvég pénzből 3 doboz tampont is vásároltak, akkor valószínűleg meg kellene kérdeznie, hogy miért kell 5 alapítványnak ugyanazt a tanulmányt megvásárolni a Matolcsi rokontól, és hát egészen vicces az alapítványok válasza erre, hogy szerzői jogi védelem alatt áll, tehát nem lehetett átadni másnak, de hát könyörgöm. Olvasni attól még lehet. De könyörgöm, amiről ezek a tanulmányok szólnak, azt olvasni tudó ember elolvassa az Economics cikkét, a Reuters-t, a Bloomberg-et, netán a portfóliót, a Figyelőt, gazdasági szaklapokat, és körülbelül pont annyit tud, feltéve, ha tud olvasni, de rögtön teszem hozzá, az alapítványok kuratóriumában nem talál egyetlen olyan embert sem, akinek bármilyen komoly tudományos háttere lenne. Azt gondolom, hogy Bogár Lászlót és Lendner Csabát nem kéne ezek közé sorolni.
a többiek nem mások, mint rokonok, MNB vezető tisztségviselők, barátok, Nagy Róza unokaöccsei, és az ördög tudja, hogy még kicsodák. Szóval az egész arról szól, de tényleg valami egészen borzalmas szicíliai módon, hogy a politikai családot, ugye a maffia az a fogadott politikai család, itt meg nem csak a fogadott, hanem az igazi család is benne van, ugye a rokonok okán, ezeket jól tartsuk, elküldjük a barátokat, nem tudom én, Ruandába, tanulmányútra, meg Tanzániába. De ottani pénzügypolitikát nem? Nem, még csak nem is, hanem a ruandai nők részvétele a politikai életben, ezt tanulmányozunk 1,3 millió forintért. Érdekelne. De én megmondom, hogy ugye régen foglalkoztam Ruandával, de valószínűleg sanyarú a nők helyzete a politikai szférában, Ruandában. Ezt 1 millióért én is megmondtam. Én a feléért is megmondtam volna, hogyha megkérdeznek, anélkül, hogy oda kellett volna menni. Szóval nem véletlen, hogy tényleg kétségbe esetten, kézzel, lábbal kapálózva ez a szerencsétlen Matolcsi küzdött azért, hogy megakadályozza ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra kerülését és titkosítsa az alapítványokat. Látszik, hogy mire költötték. Civilizált országban ilyenkor a jegybank elnök az összecsomagol és elköltözik a hivatali szobájából. Már megkérdezték újságírók, nem mond le, hogyha most erre gondolt. Köszönöm szépen, hogy itt volt.